Az előző videó végén ígértük meg, hogy a kiegészítő videóban megmutatjuk, konkrétan ugye azt ígértük, hogy a C0 a Supremum normával ellátva olyan normát vektortér, amelyben a zárt egységgömb, ami persze korlátos és zárt halmaz, az nem lesz kompakt. Jó? No, hát nézzük ennek az állításnak a bizonyítását. Mielőtt hozzákezdenék, azért emlékeztetővel, hogy a nagy U X 1/2-del jelöltük az X pontnak az 1/2 sugarú környezetét, azaz azt a nyílt halmazt, amelyben ugye azon X elemek vannak benne, amelyeknek a távolsága az X-től kisebb, mint 1/2. Oké, távolság nyilván szupremum normából származó metrikáról van szó, tehát akkor az nem más, mint az X plusz Y-nak az, ugye ez a normája, szupremum normája kisebb, mint 1/2. Tehát ez a nyílt halmaz. Jó. Bizonyítás indirekt úton, történik. Tegyük fel, hogy a B az kompakt. Azaz, ugye, ez azt jelenti, hogy a nyílt lefedő rendszeréből, bármely nyílt lefedő rendszeréből kiválasztható véges lefedő rendszer. Tehát bármely nyílt lefedő rendszer. Hát tetszőleges lefedő rendszert még nem nehéz adni, hiszen hogyha vesszük a B-nek a tetszőleges pontjának a 1/2 sugarú környezetét, és akkor erre uniózzuk az összes B-beli pontra, hát akkor persze, hogy az lefedő rendszer lesz, hiszen minden egyes pont benne van a 1/2 sugarú környezetében. Tehát mit is mondok? Az, hogy a B az nyilvánvalóan benne van az uniója, X eleme B, és ugye a környezete az X-nek 1/2 sugarú környezete. Hát X eleme B, hát nyilván ez X benne van az UX 1/2-ben. Tehát persze, hogy triviális lefedő rendszer. Ugyanakkor, hogyha a B az kompakt, akkor ebből a lefedő rendszerből is, mert bármelyikből, ebből is kiválasztható véges lefedő rendszer. Tehát akkor ebből az következik, hogy végesok lefedi, tehát van X1, X2, Xn, tehát véges sok elem a B-ben, úgyhogy már ugye az ezekhez tartozók 1/2 sugarú környezeteknek az uniója az lefedi a B-t. Úgyhogy a B-t már lefedi, ez a véges, tehát K1-től N-ig, és akkor itt vannak az XK-k eleme a B-nek, és csak elvedek rá az XK-kra. Mert 1/2 sugarú környezet már lefedő rendszer. Jó. No, és akkor az ellentmondás az nagyon hasonló lesz, mint már nagyon emlékszem, remélem, hogy még emlékeznek rá, amikor a Cantor módszert használtuk, ezt az átlós módszert, ott ugye azt arra használtuk, hogy megmutattuk, hogy az R-nek a számossága az nagyobb, mint a természetes számok halmazának a számossága. Hát itt is valami hasonlóról van szó, és igazából most jutunk el oda, hogy hát igen, az X hol is van, az X az ugye a sorozatok terében van, tehát nem szükségszerű, hogy a C0-ban van a dolog, mindegy. Na, a lényeg az, hogy ugye, hogyha vesszük a X1-et, ugye az egy sorozat, hát itt az elemei, ajajaj, hát problémám van, úgyhogy áttérek az A betűre, tehát ugye az X1 sorozatnak a komponenseit sorba A1-1, A1-2, A1-K, A1-N, és így jelölem, jó? Értelemszerűen akkor az XK elemnek a komponensei az AK1. Hát ugyanazt csináltuk, csak éppen nem tettem ide felé vonást, úgyhogy akkor most itt áttérek másik betűre. Remélem, hogy nem zavarom. AKN. És itt van, ugye N darab, N, most csak N darabunk van, nincsen több. AN1, ANK, és itt van AKM, és persze az így megy tovább, jó? És akkor az átlós módszer. Tehát alapvetően itt az átlós elemeket figyelve, fogunk ugye egy új sorozatot majd megadni,
Hát ugye alapvetően számjegyekkel dolgozgattunk mindegyit, és relatíve hasonló az elképzelés, csak ugye azt akarom, hogy ne legyen benne ebbe a környezetbe, tehát következőképpen fogom bármely egy és n kisebb, nagyobb egyenlő, mint egy kisebb n-re az AK számot definiálni, úgy, hogy az legyen egyenlő egyel, ha az, ugye akkor itt az AKK az kisebb vagy egyenlő, mint egy ketted, és nulla, ha az AKK az nagyobb, mint egy ketted. Jó? Mert így az AK minusz AKK, ugye távolsága, hát tessék meggondolni, egy, hogyha ő kisebb, mint egy-kettet, tehát akkor biztos, hogy nagyobb vagy egyenlő, mint egy-ketted lesz a távolság. Amennyiben pedig ugye egy-kettednél nagyobb az AKK, hát akkor ez nulla, tehát biztos, hogy ez itt azt kapjuk, hogy nagyobb vagy egyenlő, mint egy-ketted. Jó? Tehát ezt itt az AKK-ot, tehát tulajdonképpen az első n-komponenst így definiálom, és K nagyobb n-re az összes AK az legyen már egyenlő nullával, és akkor így fogok kapni természetesen egy x-el jelölt által x-el jelölt számsorozatot, tehát ez itt az AK, K egyenlő 1-től a végtelenig. Mivel nyilván a n-edik komponenstől kezdve az összes komponens nulla, ezért persze ez azt jelenti, hogy az a x ez benne van az r a n-ben, benne van a c 0-ban, hát akkor persze, hogy benne van a c 0-ban is, tehát ez biztos, hogy c 0-nak eleme. És mit mondhatunk? A konstrukció alapján, hát persze csak meggondolni, hogy a bármely egy kisebb egyenlő k, vagy k nagyobb egyenlő, mint egy kisebb egyenlő, mint n esetén, az x-nek az xk-tól ugye vett távolsága, tehát ez az x minusz xk-nak a szuprémuma, az biztos, hogy nagyobb vagy egyenlő lesz, mint a megfelelő komponens, tetszőleges ugye komponensekként különbségének az abszolút értéke, azaz ez itt konkrétan az AK minusz AKK is. Amire meg tudjuk, hogy ez nagyobb vagy egyenlő, mint 1-2. Tehát akkor erre az x-re vonatkozóan tudjuk, hogy bármely k, ugye 1 és n közötti értékre, indexre, az x-nek a távolsága az xk-tól az nagyobb egyenlő, mint 1-2, tehát akkor az x az nem lehet benne az xk 1-2 sugarú környezetében. Egyetlen egy kára sem. Hát akkor nyilvánvalóan nincs benne az uniójukban sem. Tehát ha nincs benne az unióban, akkor nem lehet benne a b-ben. Tehát akkor ebből következik, hogy az x az nem lehet benne a b-ben. Hát hogyha az x nem lehet benne a b-ben, hát akkor nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy az x-nek a szuprémum normája az nagyobb, mint 1. Hát ugyanakkor mi is a konstrukció? Hát vegyük már észre, hogy itt alapvetően az első k komponens az ugye 0 vagy 1 lehet. 0 vagy 1. Utána az n-edik komponenstől, tehát itt ebből ugyanakkor kijön az, hogy az x-nek ugye a szuprémum normában, a szuprémum normája, hát az kisebb vagy egyenlő, mint 1. Tehát lehet, hogy itt ez a komponens is 0, ezt nem tudhatjuk. De biztosan a lehetséges komponensek azok vagy a 0, vagy az 1. Jó? Tehát akkor ebből következik, hogy az x-re azt kaptuk, hogy egyszer, ugye,
élesen, határozottan nagyobb, mint egy. Itt ebből meg azt kaptuk, hogy nyilván nem lehet ennél nagyobb, ami ellenmondás. Jó? Ellenmondás. Tehát a zárt egységgömb, ami korlátos is, ugye itt ebben a térben, normált vektortérben, tényleg nem kompakt.